sokára, mire elszámolok háromig, teljesen el fogsz lazulni. A stressz és a napi aggodalmak elszállnak. Teljesen ellazulsz. Belezuhansz egy csodálatosan jó érzésbe. Zuhansz és zuhansz. Egy. Tovább zuhansz. Kettő. Még tovább zuhansz. Három. A pék. Nádil, parancsolj! Hogyan kezdjünk új életet 10 nap alatt? Anyám! Egy betonpalacsinta szólt belém. Mi akartál lenni, amikor még kisfiú voltál? Milliomos. Akkor küldetés teljesítve. Mondja, mit akar? Mit akarok? Amit mások is. Boldogságot, szerelmet, világbékét. Ez a 40 milliós kérdés? 40 milliót akar? Nem. Ahhoz én... idő kell. Le van kötve a pénzem részvényekben, meg... Pofa be! Kérem, ne öljön meg. Nem öllek meg. De el fogsz tűnni. Megváltoztatod a neved, mindenedet itt hagyod, nem fecseksz, és soha, ez most jól vésd az eszedbe, ide soha többet nem jössz vissza. Brazília szép lehet? Nagyon szép. Ha nem tartod be a tanácsaimat, megtalállak. Köszönöm. Ne köszönj semmit, csak csináld. Nem, tényleg, köszönöm. Már egy hete nem szortam. A francba. Mit keresel itt, Björn? Ez az én munkám volt. Elkaptam a seggedet, Milo. Ha ezt meghallják a főnökök, a fejedet veszik. Akkor most a seggem érdekel, vagy a fejem? Mindkettő. És mire vársz még? Nem térek el a profik szabályaitól, kivárom az adminisztrációt. Ha minden kész, senki sem menthet meg többé, még Leo sem. Már Amsterdam óta várok erre. Hello, Milo-nak hívnak. 33 éves vagyok. Megszüntetni. Hello, Milo-nak hívnak. 31 éves vagyok. Szeretek étterembe járni, és moziba megszórakozni, olvasni, írni, matekozni. A francba. Milo-nak hívnak. Profi bérgyilkos vagyok. De most már túl régóta. Hogy mire vágyom? Olyan társra, akivel megoszthatok mindent. Egy titokmentes életre. Egy újrakezdésre, ha ez lehetséges. Fogalmam sincs róla, hogy mire vágyom. Ha meglátom, tudni fogom.
Halló! Ez nekem nagyon nem fog menni. Pontosan miről beszélsz, Leo? Van fogalmad róla, hogy mi lesz a nyugdíjasokból? Leo, ezt már megbeszéltük. Ezt ne a végként kezeld, hanem kezdetként. Te szabod meg az élet határait. Szerinted mit szabogatok már 20 éve? Én nem egészen úgy értettem. Nem beszélnél így, ha te ülnél itt. Miért, hol ülsz? A jövőmbe csöppentem. Az őszi napsugár nyugdíjas otthonba. Épp Stanleyhez. Hello. De mindegy. Nem ezért hívtalak, hanem azért, mert nyakig benne van. Már rájöttem. Idegösen ruponásod van. Leo, nem lehetne ezt máskor megtárgyalni. Ez az időpont nem a legalkalmasabb. El kell ismerned, hogy problémád van. Csak akkor tudod megoldani. Addig is tűnjön a városból. Használd a kekszes dobozt. Menj a vidéki házamba. Még hogy őszi napsugár. Melville! És eljöv egy másik ló, és aki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék. És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, amely ezt mondja vala, a búzának mércéje 1 dénár, és a szárpának 3 mércéje 1 dénár, de a bor és az olaj... Erre ámen. És ímé egy sárga színű ló, és aki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala.
Torták, kenyér, sütemények, családi pékség. Szép volt, fiam, köszönöm. Isten áldjon. Szép felolvasást tartott a férje, igazán köszönöm. Viszlát. Isten áldjon benne az egész. Köszönöm. Viszont látásra. Hogy érzi magát? Gyere, mázlista, szállj le innen! Ki maga? Én is ezt akartam kérdezni. Hol vagyok? A házamban. Hogy kerültem ide? A kocsimmal. Elengedni a karomat? Felrobbant egy birka, ez alig ha gyakori. A kérdés, hogy maga miért volt ott? Miért ez a kérdés? A birkák nem robbantgatnak. Azt hiszi, én voltam. Akad sokkal jobb dolgom is, higgy el. Valóban? Igen. Valóban. Hova lesz a séta? Köszönöm a segítséget, nem rabolom tovább az idejét. Nem megy sehová. Hogy mondta? Előbb tudnom kell, hogy nem maga volt. Ez most komoly? Persze. Mondja a szemembe, hogy nem maga tette, és elmehet. Ez aztán a vendéglátás. Maga nem vendég, gyanúsított. Gyerünk. Nehéz valakinek a szemébe mondani az igazat? Nem én tettem. Ugye, hogy nem volt nehéz. Elmehet. Köszönöm. Elviszem, ha akarja. Az nem szükséges. Tudom. Jöjjön. Ez egy Glock 17-es. Majdnem teljes egészében műanyagból van, vagyis a fém detektorok nem képesek érzékelni. Már csak ezért is ezt a típust választja minden profi bérgyíkos. Minden profi bérgyilkos. Köszönöm. Tessék, a fájdalmára. Kutyáknak való, úgyhogy ne féljen. Ha a fáknál felemeli a lábát, majd elmúlik. Isten hozta Gwynfitben. Mire vágyom? Hát, olyan társra, akivel megoszthatok mindent.
Milo. ...2001-2003 legszebb kertje. 2000-2002 legszebb kertje. Jó napot! Szép sapi! Aha. Tényleg gyönyörű sisak. Láttam az utnál. Lehet, elővettük nyakiglábot. A történelmi társaságunkkal. Nyakiglábot? Első Edward, 1272-1307. Látom, nem a hobbija a történelem. Attól tartok, nem. Maga az, igaz? Kicsoda? Ugye, hogy maga az? Tudtam én. Azt hiszem, valami tévedés történt. Nem, biztos, hogy nem. Már vártuk magát. Tényleg? Igen, tudtam én. Maga az új pék. Az új pék? Hogy a pék? A pék! Igen, persze, hogy én vagyok az. Éha, kíváncsi rá, már akkor tudtam, amikor belépett. Körüllengi a friss kenyér aurája, meg a pitéké, meg a süteményeké, csak ezt árasztja. Sokszor gondolok rá, hogy a legnemesebb hivatás a kenyérsütés. Hol is lenne az ember, ha vekni nélkül? Hol is? Brim Morgan, helyi patikus. Gyógyhatású italt készítek. Milo. Milo? Igen. Sose bíz egy félnevű Milo-ban. Milo. Milo Shakespeare. Shakespeare! Még mindig érzem a vérszagát. Arábia minden illata se édesíthetné meg ezt a kezet. Macbeth, távoli rokona? Macbethnek? Shakespearenek? Nem tudok róla. Igazán kár. Nagyszerű, kiváló szerző volt, csak kevés hajjal. A kopasság két egy szül. Rhys! Gyere már ide, ember! Az úr Milo. Milo Shakespeare, de nem rokon. Rhys Edwards. A salhütő, halhütő, salsütő, hűsütő, hallatlan hal. Az enyém a hallatlan hal. A legfrissebb tőkehallal, vagy harruddal, vagy akármilyen halas termékkel valójában. Ennyi. Igazán örvendek, Chris? Nincs jobb a hal illatánál, nem igaz, Brin? Kivéve persze a friss kenyérét. Mi kéne, ha volna Milo? Van itt valahol egy telefon? Nem maradhatok itt. Azt hiszik, hogy pék vagyok, Leo. Miért nem mondtad, hogy egy pékségbe küldesz? Azt hittem, hogy nyilvánvaló lesz. Ott volt a fénykép. Milyen fénykép? Ami az információk közt volt. Nem volt ott kép, Leo? Ez furcsa. Olyan nagy baj, hogy az egy pékség. Hát, még baj lehet. Hogy hívják a plasztikai sebészt, aki átszabta Viktort São Paulo után? Ne plasztikai sebész ezért, Milo. Már az ügyön vagyok. Ebben a pillanatban is. De kell még egy kis idő. Ne kavarjál! Halló? Halló? Leo! Kösz az italt, Henry. Sok szerencsét! Torták, kenyér, sütemények, családi pékség. Thank you.
Hallatlan hal. Hallatlan hal a legisteni tőkehal a völgyben. A pasas nem pék. Milyen pasas? Hát a pék. A pék nem is pék. Ez csak álca. Értem. Még nem tudom, miért jött ide, de szerintem nagy buli lehet. Téli álmot alszik. Hónapokkal vagy évekkel hamarabb csendben a helyszínre települ, hogy beilleszkedjen a közösségbe, és akkor majd. Nem kell gyanút, ha itt az idő. Minek az ideje? A bérmunkái. A bérmunkái? Mert bérgyilkos. Ki vagy rúgva? Nem engedem, hogy elmebetegek szolgálják ki a vevőimet. Elveszed a gusztusukat a haltól. Azt tanácsolom, ne drogozzál. Mindenre ezt tanácsolja. Higgy el, hogy bérgyilkos, és igazából a pékség csak álca. Nos, ez a parancsnokomat is érdekelni fogja. A parancsnokát? Uh-huh. Arról az űrhajóról, amin érkeztem. Tudod, hogy ez a bolt is csak álca? Én meg egy marslakó vagyok, aki a földi idióták agyműködését tanulmányozza. Ezért vettelek fel téged, tojás. Bebizonyítom! Nézze, mi van a gatyámban! Úristen! Tojás, nehogy... A vénkébe... Ez az, aminek látszik? Igen. Ez egy... És működik? Add ide, tojás! Nem! Utasítalak! Nem, nem! Nem adom, adom! Nem adom! Add ide! Add ide! Add ide! Add ide! Add ide! Jó illata van. A páciensem volt. Jönnek is, mennek is. Maga itt is dolgozik? Így kimozdulhatok. Habzsolja az életet? Most inkább csak csipegetek. Az jó. Igen, az. Az jó. Maga mekkorák a tarab? Ma kicsiket. Általában. Néha egy-egy őrült napon van, hogy közepeseket. Mondja, Mário, mi elől menekült ide? Ezt hogy érti? Ilyen helyre csak akkor jön valaki, ha fut valami elől. Változásra vágytam. Miért? A munkám miatt. Mit csinált? Hát, sütöttem. De még itt is pék? Igen, de most már egy másik helyen. Maga mindig ilyen kíváncsi. Amíg nem válaszolnak, talán zavarom. Maga ezért van itt? Menekül valami elől? Na és hogyha itt születtem? Igen? Nem. Akkor? Maga mindig pék volt? Nem mindig. Az állatorvosok tényleg utálják az embereket? Azért van itt, hogy állatokkal legyen? Találkoztam állatokkal a városban is. Miért pont Greenfieldbe jött? Mert hallottam, hogy nincsen pékjük. Valóban? Valóban. Mikor kóstolhatjuk meg a friss kenyerét? Ó, hát azt hamar. Ne húzza az időt, mert beindul a pletyka. Miről? A pékről, aki nem süt. Fánkot is fog sütni? Fánkot? Lekvárral töltve. A legjobb dolog beleharapni egy fánkba, úgy, hogy a lekvár kifolyjon az ember állára. Nem gondolja? Hogy van a feje? Túlélem. Ennek örülök. Jó étvágyat. Köszönöm. Csak nem kenyeret fog sütni. Előtted aztán nincs sötét titok. Vág az eszed, mint a tompa kis kanál. A kanál bizony sok mindenre jó.
Veszélyessé válhat, hogy a gyengébb hím halálát is okozhatja. Mit csinálsz itt? Minkibe! Na megállj csak! Ne fel! Jó, na már! Hogyan készítsünk műtrágyabombát? Hallatlan hal, hagyományos sült hal és krumpli. Mivel szolgálhatok? Amikor csak lehet. Kérdezd meg a nejed. Ha tudod, hol van. Ott leszek majd. A temetéseden, Robert Richards. Vagy inkább majd én a tiéden. Ali Thomas. Ez egy 9 mm-es Glock 17-es. Igen népszerű. Majdnem teljesen műanyagból van. Szétszedhető darabokra, hogy átcsempészhessék a reptéren és más ellenőrzött helyeken. Ezt nehogy továbbad, Brin. Nem, persze, hogy ne. Mi dolga egy péknek egy fegyverrel? A pék nem pék. Ó! Rész! Igen, drágám? Mondanék valamit. Most éppen nem érek. Most! Rendben. Mindjárt visszajövök. Gyere, gyorsan! Na, menjünk! Lehet, hogy csak kikapcsolódni jött. Akkor miért nyitott pékséget? Talán... kenyerekkel üdül? Hey, szentségeség! Ki hallott már kenyeres üdülésről? A
Az nem lehet, hogy egyszerűen csak egy pék, aki oda van a fegyverek. Na, miért? Sose lehet tudni. Szerintünk ez egy téli álom. Blin! Teljesen elment az eszed. Én csak fölszínlen vagyok, Polon, de ha délről fúj, én megismerem a sólymot a gémtől. Mi a fene ez a hablatja? Hamlet? És Shakespeare-ről beszélek. Egyben vagyunk. Shakespeare-rel. Igen. Tőle van. Az ég áldjon, én a pékre gondoltam. Igen, persze, a pékre. Úgy volt, hogy ezt ittok. Én is tudom, de most már nincs mit tenni. Te is tudod, hogy terjed itt a pletyka. Csak 10 percre mentem ki. Erről beszélek, hogy... Igaz a téli álom, Reese? Így akarja álcázni magát, amíg eljön az idő, és meg kell ölnie valakit. Megölnie? Ssss! És ki a csoda lenne errefelé a célpontja? Akármelyikünk. Igen. Honnan tudjuk, ki vérelte fel? Ezért? Hát sose kérdezd. Kiért szól a harang? Érted? Szól. Értem? Mit tettem én? Nem, szó szerint értem. Nem, én általánosságban értem, hogy érted. Közeledik az elnökválasztás. Szerintem eléggé hihetetlen, hogy a helyi golfklub elnöke célponttá válhatna. Ez a legősibb álcatrükk. A mafiásoknak pizzériájuk van. Csak hogy ha bemegy oda valaki, hogy pizzát rendeljen, akkor nem is pizzát kér. Értik, hogy értem? Hogy van ez? Bemegy az ember a pékhez, kér egy csokoládétortát, csak 2 pislog, és a szomszédja már is fűbe harap. Vagy a neje. Vagy az apja. Vagy akárki más. A pék. Biztos ez a fedő neve. Ez brilliáns. De mit keresi? Akármiért van itt? Itt van. Egy profi bérgyilkos költözött közénk. A pék. Te nem a halasnál vagy? Délután. Másodállás. Azt nem mindenki bírja. Én igen. Az álcát is bírnám, ha kéne. Ellenőrzi a vetétársat? Valahogy úgy. Nem kell aggódnia, szörnyű rosszak. Mit lehet egy csinálni esténként, ha egyszer nagyobbat harapnánk az életből? Á, szórakozna. Úgy kell, mint máshol. Mint máshol? Lehet szójátékozni, zoknit stoppolni, kazettákat rendezgetni. A szokásos. A szokásos? Néha randizni is szoktunk. Az jó. A többi, már hogy a másik... Az úr arra kíváncsi, hogy elmegye vele, de nem tudja, hogy kezdjen neki. A hölgy nem tudja, hogy most ez jó ötlete. Mármint, szóval, ki tudja. Mondjuk valamikor a héten ráérne akkor a hölgy. Azt hiszem. A hölgy majd megnézi a naptárját. Szuper. Az úr nagyon örül. 5.35. Köszönöm. Majd megmondom. Nagyszerű. Még hogy kihalt a romantika. Hallatlan halboltok listája. Strassencsoki, du kleiner Strassencsoki. Strassencsoki. Thank you.
Jó reggelt! Mit adhatok? Tenyeret? Hát persze. Fehéret, barnát, magvasat. Hogy fánk is? Oh, hát persze. Esetleg még valamit? Mi a fenét képzeltem? Jó napot! Jól vannak a kacsák, ugye? Rájuk férne egy ellenőrzés. Akkor átnézek, Dave. Köszönöm. Tojás, kész a sült krumpli? Igen, mindjárt. Vajon mennyit kérhet érte? Kit nyiratna ki? Csak úgy elgondolkodtam. Egy szamuráj! Sosem adja meg magát. Szamuráj? Igen, szamuráj. Bérgyilkos, kivégző. Probléma megoldó. Takarító. Terminátor. Likvidátor. Jó, már felfogtam. Gyors pusztító. Egy megszabadító. Nem kéne mondjuk dolgozni is? Vagy csak bambán bámulnál ki a fejedből, mint egy hal? Hozz magadnak halat uzsonnára. Ma nincs időm vásárolni. Igen, drágám. Bizonyos esetekben lehet árengedményt is kérni. To by se bude nejčarčen vale. Falle bude čarčen vale. Just a peth i gynnau tân ym herfedd efo ni. Fydde'n cymryd fflameiffer ni gyd i gynnau tân ym dylan ni. Mae bynsens perdod a jawl da fe, David. Asszisztenst keresek. Szóval asszisztenst. Jelentkezem. Fáradj beljebb. Következő néma filmünk szerepén sem vették észre a kandi kamerát. Ne vessenek velünk! Ne haragudj, drágaságom, de kiugrom egy percre. Jó, van itt valaki? Mr. Edwards? Kérem, csak Riz. Én most kérni szeretnék valamit. Igen? Van most rám ideje? Hát, ami azt illeti. Ez egy meglehetősen kényes téma. A feleségemről lenne szó. Olyan, hogy is mondjam, pokollá teszi az életemet.
Értem, folytassa csak. Néha nagyon szeretnék, tudja, valahogy visszavágni neki, de nem megy. Aha. Azért, mert gyenge vagyok. Ezt nem fizikailag értem, ha bár az is baj lehet, hanem akaratilag. Abban reménykedem, hogy maga tud segíteni nekem. Tudja? Egy tortával. Egy tortával? Aha. Süssek neki egy tortát? De miért? Csokoládét? Szívesen sütök tortát. Igazán? Igen, ez a hivatásom. Akkor igaz. Maga a pék. Igen, én vagyok. Meg kéne beszélnünk a fizetést. Nem, nem. Ezt tekintse kóstolónak. Legyen ez a próbamunka. Köszönöm. Nem tudja, mennyit jelent ez nekem. Megmentem. Köszönöm. Köszönöm. A falubeliek segítsék egymást. Igaza van. Jól beszél. Megint rágyújtottál. Esküszöm, egyre furcsább vagy. Nem is tudom, hogy nevezhetlek-e embernek. Bár csak hallgattam volna annak idején a nővéremre. Most elmegyek, drágám. Érezd jól magad. Szóval, tojás. Szokatlan név. Talán az édesapád csirkét nevel, vagy... Nem. Egyszerűen hülye. Mikor kapok majd igazi munkát? Hát a leghosszabb út is egy lépéssel kezdődik. Értem. A felvilágosodás felé vezető út hullákkal van szegélyezve. Mi? Csiribi? Csiribá? A kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad. A szerelmem eltávozott. Részvétem. Igen, nagyon köszönöm.
És most jöjjön a dal, amiről majd mindig eszünkbe jut, Márta. Mert ez a dal volt az ő nagy kedvence. Ezt a dalt játszotta le újra és újra, és újra a zenegépen. Penso con sera partirò a non volvere mas. Io mi pintava le mani e la cara di azul. Io mi improvviso il vento rapido da fiero. Io mi sono volare in cielo infinito. Dimmi il proviso rapido del viento del cielo, la magia del volare in cielo infinito. Torta rendelést felveszek. Híres méregkeverő. Torta rendelése. Jól néz ki, főnök. Nem túlzás a nyakkendő? A nyakkendő a férfi erő szimbóluma. Én is jól vagyok így. Találkád van? Találkám a végzettel. Ki fog nyúlni a nő? Férfi. Férfi? Bob Richardson a sor. Ó, jól van. Jól van. Én minden jót kívánok. De kívánj te is. Magának az nem kell. Maga a profiák. Mit adhatok? Egy ecetes tojást. Ó, kitűnő választás. Ez a legjobb ecetes tojás. Nekem elhiheti. Keresek valakit. Azt hiszem, errefelé találom meg. Talán segíthet. Megpróbálok segíteni. Minek a gumikesztyű? Jump, 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 jump
Nyakkendő van a zsebében, vagy nekem örül? Ó, nyakkendő. De nagyon örülök, hogy látom, tényleg. Jöjjön be! Debuta vagyok, hogy nem jöttem rá. Na? Tényleg? Tényleg. Ez tényleg... Másmilyen. Rihanna. El kell mondanom valamit. Micsodát? Nem vagyok pék. Mármint csak nemrég kezdtem el sütni. Mostanában. Tényleg? Hát, de mintha ezt csináltam volna egész életemben. Vagyis ezt kellett volna. Csak ezt. Mindig. Ha süthettek, felszabadulok. A szabadság nagyon fontos. Van egy kicsike lekvár ott. Hol? Pont ott a... Itt... Hol? Lenyaltam már? Nem, itt a... Majd én. Mi a baj, nem tetszik? Jaj, de hogy nem tetszik, tetszik. Nehogy a bajt. Mi ez, mi van? Nem mi. Ki? Ezt te itt? Megtettem! Meg én a büdös pisába! Most már én is egy vagyok. Mit tettél meg? Iszonyú mocsokkal jár. Tojás, most miről van szó? Még én mondjam meg!
De hát én nem látok itt senki mást! Jobb, ha elviszem. Aggódom érte. Tojás! Tojás! Mi van? Gyere! Gyere! Azt hiszem, itt el lesz. Biztosan. Köszönök mindent. Ideje indulnom. Shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body and time. Whoop! Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Off the chimney. Jump in the line, rock your body in time. Shake, Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Részeg vagy, menj vissza a lakókocsidba. A lakókocsimba? Tojás már sehová sem mehet vissza. Csak előre, a következő áldozathoz. Milyen következő áldozathoz? Micsoda? Megöltem Babot! Megöltem, megöltem, megöltem Babot! Mi? De... Mondd el, hogy történt? Ott volt a konyhában. Valamit főzött. Odaosontam a hátsó ablakhoz, a kertben, de úgy, hogy senki ne lásson, mint egy ninja. Aztán fogtam a pisztolyt, és lelőttem. Lelőtted? Miért? Találkozom volt a végzettel. Összevesztetek? Szerelmi cívódás? Ha? Olyasmit akart, ami neked nem tetszett? Nyugi, Tojás, elmondhatod. Mit? Tojás, miért lőtted le Babot a kertből? Tudom, tudom. Bent kellett volna elintéznem. Be majd résztem, oké? Nem bírtam a szemébe nézni. Nem vagyok profi, mint maga. Mit mondtál? Ki akarok jutni innen? Izgalmasan élni. Fontos embereket ölni. Fizetségért, mint maga.
De szörnyű volt. A mellkasa, mintha felrobbant volna. Tojás, én Pék vagyok. Persze, a Pék. Tessék, inkább visszaadom. Miért ölted meg Bobot? Az első volt a listán. Mi a listán? Ezen a listán. Olyan akartam lenni, mint maga. Ki tud róla? Mindenki. Értem. Bár még nem. Rhiannon nem tud róla, különben őt nem lehet. Felfogtam, akkor. Tojás. És a lista? Ügyfelek. Nem tortát kértek? Nem. Kenyeret? Van itt valaki ebben a faluban, aki nem akar megöletni valakit? Esetleg Mrs. Pritchard. Nem is tudta? Akkor erről ennyit. Jaj, ne! Rhiannon, kérlek! Miért jöttél ide? Hogy beszélgessünk. Nem akarok beszélgetni. Hadd magyarázzam meg! Na, mi a magyarázat? Mindenkinek van egy sötét titok az életében. Ne mondd, most annyira megnyugodtam. Hazudtál, mit kéne éreznem? Nem hazudtam, csak nem mondtam el mindent. Nekem az, hogy bérgyilkos voltál, egy kicsit több, mint egy érdektelen epizód a múltból. Vagy tévednék? Nézz a szemembe, Milo, és mondj igazat. Csak ezt kérem, ez annyira nehéz. Tévedtem? Nem. Azt hittem, te másmilyen vagy. Rhiannon, adj egy esélyt. Mindenki megváltozhat. Már nem vagyok az az ember. Most már Pék vagyok. Tudod mit? Nem érdekel. Menj el, Milo. Élj boldogan. Tulajdonképpen az sem érdekel, hogy hogy élsz. Csak valahol máshol élj. Inkább csak kicsiket harapok az életből. Rhiannon, kérlek. Nem tudom megmagyarázni a múltamat. Azt, ami voltam. Csak azt tudom, hogy milyen lehet még a jövő, és csodálatos lehet. Nem, csodálatos lehetett volna, Milo. Csak volna. Elmegy innen? Nem várom el, hogy megérts, Tojás. De megértem. Most a bérgyilkos elsétál a naplementébe. Egyedül. Senki sem aggódik érte. Nem kötődik egy közösséghez sem. Senki sem gyászolja, amikor végül az emberére akad. Vigyem magával. Tudom, hogy nem vagyok jó gyilkosnak, de szüksége lehet segítségre. Aki felveszi a rendelést, elviszi az ingeit a tisztítóba. Feltakarít a tetthelyen. Csábító ajánlat. De hagyom veszni. Mi történt? Egy szőke férfi gumikesztyűben. Ő csinálta. Borzasztó volt. De nem ez a legszörnyűbb. Mi lehet ennél is rosszabb? Ez egyenesen maga a fertő. Tudom, de a legszörnyűbb... Jó napot, hölgyek! Bob! Tud! Maga él! De hát... Tudom, édesem, nehogy elélvezd már nekem. Ott tartottam, hogy az a legszörnyűbb. Van, aki tud élni, Tojás. Tegnap este... Kenyek, ez fontos. Elég volt már. Bob, mi történt? Tegnap este történt.
az a vacak mindenhová szétfolyt. Tojás, mit csinálsz? Elvitte Rienont. Hol van most? A kastélynál. Magát akarja? Akkor elmegyek hozzá. Miért ő kell neki? Ő csak egy pék. Nem. Mert ő a pék. Figyeljenek. Igaza van. Csak egy pék vagyok. Azt hittem, hogy tortákat rendelnek. Új életet akartam kezdeni. Azt hittem, itt jó helyen vagyok. Azt hittem, maguk jó emberek. Mi nem robbantjuk fel mások feleségét. Azt hiszik, közöm volt Márta halálához? Én. Mire célozgatsz? Akárhogy is történt, nem volt közöm hozzá. Nem maga? Akkor... Ez egy rendelési lista. Tortákról. Pontosan rajta van, hogy ki milyen tortát kért, és hogy kinek. Mindenki megérdemel még egy esélyt. Azért, mert... Ha maguk indultak volna el, Milo megpróbálna segíteni. Tudják miért? Mert a barátunk! Tojás jól mondja. Milo a barátunk. Egy közülünk. És ha nem segítünk a közülünk valóknak, akkor mi magunk miben reménykedjünk? Megtanultam valamit a pékünktől. Azon kívül, hogy milyen könnyű öletni. Azt, hogy mindenki megérdemel egy második esélyt. Milo, megérdemel még egy esélyt. Gyerünk! Na, mi a válaszotok? Miért nem? Miért nem csinálunk végre valamit együtt? Miért nem mutatjuk meg, milyenek a Gwynfidiek? És töröljük el a rosszat! Menjünk! Mentsük meg a péket! Ketten maradtunk, Tojás. Engedd el, Björn! Jaj, nem, megjött a pék. Neki semmi köze ehhez. De igen, van. Mit csinálsz, fánkos? Sütsz egy sütit? Nem megyek vissza, Björn. Futhatsz megmondani a cégnek. Ja, tényleg a cég. Megkértek valamire, de mire is? Valami olyasmire, hogy intézkedjek felőled, figyelmesek. De nem miattuk vagyok itt, Milo. Magam miatt. Hogy magad miatt? Tudod, meddig vártam rád a hídon Amsterdamban? A szakadó esőben. Csak néztem az uszályokat az Amstelen. De órákig. Azt hittem, rátaláltam valami jóra. Ami igazi. Hogy végre ez az őrült világ értelmet nyert. De csak olyan, amilyennek hittem. Sötét, gonosz. Abszurd. Björn, ne kezd újra. Érdekes pasas vagy, és érdekesek az ösztöneid, de amit te akarsz, az annyira lehetetlen. Amsterdamról pedig nem biztos... Felejtsd el! Már sok víz lefolyt azóta. Ott a magányos híd alatt. Ő nem jelent semmit. Egy éjszakás kaland. Oh, szerencsés lány. Oscar Wilde szerint azokat öljük meg, akiket szeretünk. Igaza volt. Mint annyi mindenben. Várj! Csináljuk rendesen. Milo... Te mindig meg tudsz lepni. De most attól tartok, túl sokat képzelsz magadról.
fájdalommentes leszek, és fair. Ahogy Oscar Wilde mondta, tartsd be a szabályokat, ha nálad vannak a nyerőlapok. Hiányozni fogsz vele. Engedje el a pékünket! Ez olyan unalmas, Milo. Mondd meg a barátaidnak, hogy ne szóljanak bele. Ehhez nekik semmi közünk. De van közünk. Ő a pékünk. Ha vele kezd ki, velünk is kikezd. Normálisan akarok élni, Björn. Azt csinálni, amit szeretek. És talán azzal, akit szeretek. Túl sokat kérek. Szerintem nem. És gondolom, szerinted sem. Ez neked normális? Nekem a lehető legnormálisabb. Szereted őt. Talán viszont szeret. Lehet, hogy boldogok lesztek. De akkor is megeshet, hogy összetöri a szívedet. Akkor megtudod, mit éreztem, ami rosszabb a halálnál. De tudod mit? Hajlandó vagyok kockáztatni. Mi van már? Kint várnak. Már alakul? Mindjárt tegyek. Elfoglalta vagy. Leo, mit keresel itt? Én is ezt akartam kérdezni tőled. Látom, berendezkedtél. Azt mondtam, hogy illeszkedj be, de nem vitted kicsit túlzásba? Milyen a nyugdíj? Tudtam, hogy nekem nem fog tetszeni, Milo.
Nekem be kell mocskolnom a kezem, ezért átvettem az irányítást. Persze önhatalmulok. És jelenthetem, 100%-os sikerrel új a vezetőség. Én vagyok a feje. Úgyhogy visszajöhetsz. Köszönöm. De inkább nem. Ó, biztonságos a terep. A régi vezetőséghez hűséges tagokat leváltottuk. Most már nincs rá semmi okot, hogy egy perccel is tovább itt maradj. De igen, van, Leo. Szükség van egy pékre. Ezzel mit akarsz mondani? Mostantól pék leszel? Azt mondom, hogy már pék vagyok, Leo. Ha csak nem kenyérre van szüksége a cégnek, nem vennétek hasznomat. Milo, kérlek, mondd, hogy csak viccelsz. Milo! Ő volna a sluszpoén. Sok jó embert láttam már itt távozni. Piszkos ügylet. És ez? Hát, rendes árat kapsz. Komolyan gondolod. Milo! Hello! Jaj, ne haragudj, én csak... Minden rendben? Igen, minden. Igen, csak bementem. Tudod, aztán eszembe jutott, hogy... Izgulsz? Ennyire látszik. Nem látszik. Jó. Rihanna, szeretném... Mit szeretnél? Elmondani, mennyire boldog vagyok. Most már ide jelentőtök. Vagy te alakutottákat. Már nagyon türelmetlenek. Idő van. Ezen bejelentem, hogy a Shakespeare sütemények hivatalosan is megnyitott. Jöjjetek be! Tessék, tessék! Tessék! Tessék csak! Magyar hangok. Görög László, Mikó István, Makai Sándor, Kéri Kitti, Dányi Krisztián, Besenci Árpád, Hajdú István, Selmeci Roland, Németi Mari, Németh Gábor, Várdai Zoltán, Kapácsi Miklós, Bolla Róbert, Csuha Lajos, Seder Gábor, Gyurik István. Magyar szöveg Bucsánszki Zsuzsanna, hangmérnök Gyapjas Károly, vágó Katona Edit, gyártásvezető Bogdán Anikó. Szinkronrendező Dóci Orsolya. A bibliai idézetek Károli Gáspár, a Hamlet idézet Arany János, a John Donne idézet Sőtér István fordításában hangzott el. A szinkron a Szinetel megbízásából a Balog Mix stúdióban készült.